Ha egy megbízható oldalról szeretnél FIFA coint vásárolni, látogasd meg a fifacoinzone.com-ot, és használd a bazsi kuponkódot 5% kedvezményért. Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ez egy kihívás lenne, Geri barátom hívott ki egy ilyen szerez minél több gólt egy meccsen kihívásra, vagy igazából nem is tudom, hogy mi ez, de annyi a lényege. Egy szabadon választható csapattal kell lenni egy szintén szabadon választható csapat ellen, úgyhogy én a Manchester United-et választottam saját csapatul, illetve az Ipswich-et ellenfélként, ugyanis az eddigi videósok, akik ezt megcsinálták, vagyis hát akiknél láttam, mindig így csinálták, hogy 5 csillagos, 3 csillagos csapat ellen. Annyi a szabály, hogy kezdőn kell nyomatni, 6 perces félidőkkel, és hát minél több gólt kell lőni ez alatt, ez 12 perc alatt az ellenfelünknek. Gerikém azt hiszem, hát 14 gólt lőtt, hogyha minden igaz. Úgyhogy én ezt mindenféleképpen meg szeretném dönteni, nekem minimum 20 gól a célom, úgyhogy én azt mondom, hogy lassan kezdjünk is bele a meccsbe, ez így teljes mértékben jó is lesz, úgyhogy nézzük. És akkor itt is vagyunk, Manchester United Ipswich Town, Old Traffordon, hazai pályán. 20 gól az, amit kéne szerezni, úgyhogy ezen most rajta is leszünk, vágjunk bele a dolgokba, és hát nyilván a végén pedig nekem is lesznek majd kihívottjaim, vagyis egy biztos, akit tudok már. Ez nem volt szabálytalan amúgy. Na mindegy. Az nagyon szép passz, lövés, 1-0, 2 perc kellett ahhoz, hogy gólt szerezzünk, a gólszerző pedig Ander Herrera. Most elfelejtettem a csapatba betenni más játékosokat, de most igazából ez nem egy olyan nagy probléma. Nem volt olyan szabály, hogy ne lehetne változtatni a kezdőn, de ezt most mi nem tettük meg. Á, nagyon kis harciasak ezek a Ipswich játékosok, esküszöm. Az nagyon jó, Ibra, megy a passz, Michael Carrick, 2-0, így van. 5. perc, 2-0-ra vezetünk, az már nagyon jónak számít szerintem. Úgyhogy, így fogjuk ezt folytatni, akkor nyilvánvalóan sok gólt szerzünk ezen a meccsen. Közben már megint Ibra indul, hát és ezt be kell lőni. 3-0, 7. perc. Nem rossz eddig, azt kell mondanom, 10 perc alatt jó lenne 4-et szerezni. És akkor egy ilyen fél időben egy 15-tel el tudnánk menni talán, ki tudja, nem tudom. Ott megy a Martial, és lövi a 4-et. Majdnem lövi a 4-et, ugyanis védett a kapus. Na, hát ennek annyira nem örülök, megmondom őszintén, viszont ott lehet a fejes. Újabb védés. 10 perc alatt akartam 4-et lőni, mindjárt 20. perc van. Ott az Ibra, aki nem hibázza el, 18. perc elején. Vezetünk 4-0-ra. Az nem rossz, ha bár mondjuk 10 perc telt el azóta, amióta megszereztük a 3. gólunkat, de egyből jön az Ibra, na, ez a beszéd. És lövi az 5-et, oké. Na, oké. Erről van itt szó, visszahozzuk azt a 10 perc elhanyagolt játékidőt. Mert hát ott nem történt nagyon semmi, tehát hogy így... Ott egy kis alvás szünet volt, Ibra megy, és lövi a 6-at. Zlatan. Lövi a 6-at, így van. 20. perc, 6-0-ra vezetünk, ami valljuk be, egyáltalán nem rossz, sőt, nagyon jó. Úgyhogy király, ez a beszéd, menjünk, nagyon szép Martial. Ja, ott begurítja a 7-et a 30. percben. Ezzel az a baj, hogy megint eltelt 10 perc, anélkül, hogy gólt szereztünk. Úgyhogy ez... Ezek a kis kihagyások, ezek nem jók. Egy fél idő alatt minimum meg kell legyen most a 10 amúgy, úgyhogy... Ott a... Az hogy szedte ki? Csak úgy jelezném, hogy amúgy kezdőnkre van állítva a kapus, úgyhogy... Ez így egy érdekes dolog volt. Minden esetre nagyon szépet védett, úgyhogy... Hát gratulálok neki. Ott a Martial. Aki nem hibázza el, ott a 8. gólunk is. Anthony Martial és Ibrahimovic azok, akik nagyon mennek eddig a gólszerzéssel, ha már mondjuk Carricknek is volt egy gólja, hogyha jól látom. Az nagyon szép, az gól. Így van, 9-0 a 42. perc nagyon elején, és újból Mark Carrick a gólszerző.
védekező középpályásként már legalább 2 gólja van. Úgyhogy ez nem rossz, valljuk be őszintén. Martial is mehetne, és jó lenne még egy gólt szerezni. Itt a félidő lefújás előtt, és az meg is van, gyönyörű, gólszerző Ander Herrera. Ő lőtte az első gólunkat, van, úgyhogy király a csávó. És ott a 11. Még itt a félidő vége előtt. Jó úton járunk ahhoz, hogy meglegyen a 20, amit ugye minimális célként tűztünk ki. Úgyhogy, hát küldjük neki, srácok. Az Herrerának még megvan, és be is lövi, mert hát milyen a lőnébe. Ander Herrera Mester 3-as szerzett, 12-0, 3 perc a ráadás az első félidőben, úgyhogy még időnk is van akár még egyre. Hát Gerikém, azt hiszem meg fogom dönteni a 14 gólos rekordodat. Michael Carrick lövi az újabb gólt, 13-0. Sok idő nem kellett ahhoz, hogy megint gólt szerezzünk, úgyhogy király. Az a baj, hogy ugye nyomom folyamatos sprintet, és rohadt hamar el fognak fáradni a srácok, az egy újabb gól Ander Herrera. Nagyon jó, 14-0. Gerikém 48 perc kellett ahhoz, pontosabban 49 perc, hogy elérjünk annyit, amennyit előttél. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy keveset lőttél, mert amúgy ez tök sok, csak hát úton vagyunk a 20 felé. Megdöntjük ezt a 14 gólt mindenképpen. Ez volt ugye a célunk is. Ander Herrera pedig megy, hogy újabb gólt szerezzen, és ott a 15. Jók vagyunk, srácok, formában vagyunk. Habár mondjuk én nagyon offline nem nagyon szoktam játszani, ennek is sok értelme volt. Összességében az offline játék, amit én nyomok, az a játékos karrierbe általában kiszokott merülni mostanában. Tehát heti 3-4 meccs max. És hát az azért valljuk be nem túl sok. Legtöbb időmet Ultimate Teamben szoktam eltölteni itt a FIFA-ban, az nekem valahogy jobban bejön. De hát nyilván izgalmasabb is, mert élő személyek ellen tudsz játszani, és nem a gép ellen kell tolnod neki, úgyhogy ez valóban egy sokkal játszottabb és izgalmasabb játékmód. Ott a 16. gól közben Anthony Martial. Megyünk, srácok, megyünk, és én nem Barszával vagy Reállal nyomom, én Manchester United-del tolom. Köztudottan nem a világ legjobb csapata, úgyhogy ez egy kis pozitívum szerintem a részünkről. Na mindegy. Az Ipswich eddig labdában nem rugott. Ibrahimovic 17. gólunkat pakolja be a meccsen. Az öreg Ibra. Figyelj, ő nem szorozik sokat, ő ha meglövi, akkor gólt lő, nem? Hát így kell csinálni. Úgyhogy óriási játékos. Tényleg, itt az első fél időben viszont én úgy érzem, hogy sokkal többet is lőhettünk volna. Ugye volt 2 darab ilyen 10 perces periódus nagyjából, amikor nem szereztünk gólt, és hát az ezért valljuk be, nagy kiesés lehet. Ugyanis most jönnek gyönyörű szépen a gólok, Michael Carrick a 18-at pakolta be. Úgyhogy hát a 20-as határunk meg lesz, úgyhogy a célunk mindjárt teljesítve van. Hamarabb, mint gondolnád, legalábbis remélem. Amúgy nem tudom, hogy ez meg volt a szabva, hogy vágatlan legyen a videó, de nem lesz amúgy vágatlan, mert én nem bírom ki azt, hogy ne vágjak meg egy anyagot. Paul Pogba is közben feliratkozik a góllövők listájára. Szóval ez egy vágott videó lesz, mert én nem tudok úgy leülni, konkrétan nem tudok úgy leülni egy meccset lejátszani FIFA-ban amúgy, hogy ne zavarjon meg senki. Ez eddig, ez idő alatt 2-ször történt meg, hogy leálltunk a felvétellel, tehát hogy így óriási. Jön a 20. gól, Ander Herrera. Jó. Király. Nagyon jók vagyunk, a célunk megvan. Innentől kezdve, hát nem azt mondom, hogy örömfoci, mert hát ez már az kéne legyen 3-4-0 után, de valljuk be, hogy és akkor a 25 után pedig akár a 30 gól is lehetne. A célunk, az Ibra viszont olyan lassú, mint a segg, úgyhogy őt lecseréljük. És most nem dobott el a kurzor, vagy a kontroller, vagy mi a szarom ez. Wayne Rooney is jöjjön be, hát ha tud egy kicsit segíteni. Jól van, jó ez így. Kell egy kis vérfrissítés, mert a Zibrát lefutották elég keményen. Szélső védő is szerezhet gólt még hozzá, úgyhogy végigfut az egész pályán, ha bár mondjuk ezt nem lőtte be. A passz,
van még egy Lux Show, baszki, mi van show? Inkább az Ibrára bízza, jó? Ez is teljesen korrekt, 21-0. Szerintem ez amúgy eddig abszolút rekord. Legalábbis hát én 2 ilyen kihívás videót láttam eddig. És mind a 2 14 volt, hogyha jól tudom, úgyhogy... Úgyhogy jól haladunk afelé, hogy egy óriási rekordot állítsunk be. 28 az már a duplája lenne annak, amit itt a srácok lőttek, úgyhogy... Jó ez. Mikhtarjan 22-0. Ennyi. Összességében még az lenne egy óriási kampó, hogy kapnánk egy gólt. Ez egy kicsit gáz lenne, úgyhogy remélhetőleg ezt el tudjuk kerülni. Habár mondjuk, hogyha egy valódi meccset nézel, és nem ezt a kihívást, akkor az már 23-1, hogyha esetleg így lenne, de úgyse lesz így. Az azért, hát igazából olyan mindegy, nem? Tehát, hogy de. De hát inkább az amerikai foci, amit most néha csinálunk. 24-0 a 81. percben, a 25 ez meg lesz, viszont a 30-ra, hát sok esély nincsen, 10 perc alatt kéne 6-ot lőni. 30 gól nem lesz meg, de a 25 szerintem garantált, ugyanis jön egy újabb támadás, amit Martial vezet, és elveszi tőle a védő. Legyen meg az a 25, srácok, aztán innentől kezdve már nem erőltetjük, ott van, szevasz. Rashford egy jó csere volt, már mondjuk itt mindenki gólt lő, tehát ennyi. Egy-két nagy védése volt amúgy az ellenfél hárólőrének, és egy fejes gólt is szereztünk Eric Bailly, vagy Bailly révén, 26-0. Figyelj, én a célomat elértem, úgyhogy örülök, innentől kezdve. Annyira már nem tesszük oda magunkat, de hát nyilván megyünk nagyon szépen előre, hogyha tudunk. Ezért még egy gólt valahogy be kéne gyötörni. Mondjuk így a Rashford révén, aki be is lövi a 27-et a kapuba. Úgyhogy királyok vagyunk, srácok, még van 3 percünk, talán egy még belefér. Nem vagyok benne biztos, és amúgy nem is tettem be attackingra az egészet. Úgyhogy így lőttünk 27 gólt, egy 30 lehet lett volna, hogyha támadóban toljuk. Ki tudja, mindegy, ez teljesen korrekt ez az eredmény. Főleg úgy, hogy mindjárt jöhet akár a 28-dik, de hát nyilván a bíró akkor fújja le a meccset, amikor mennék támadni. Ibra 6-ot lőtt, és el is kérte a labdát. Úgyhogy, srácok, hát szerintem sikeresen teljesítettük ezt a kihívást. Nyilván itt fel is ajánlja, hogy kurva jó vagy, és kéne nagyobb szinten nyomatni. 42 lövésből 27 ment be, ami nem rossz, valljuk be. Úgyhogy én örülök ennek. Viszont akkor jöjjenek, srácok, a kihívottjaink, közben itt Pogba debel, ne debeljél. Jöjjenek a kihívottak, 2 darab embert szeretnék kihívni, amúgy rajtatok kívül nyugodtan csináljátok meg, srácok, és írjátok le, légy szíves, kommentbe, hogy ti mit értetek el, esetleg többet rúgtatok 27-nél, vagy bármi, mert amúgy szerintem ez bőven egy megdönthető dolog. Viszont akkor a két ember, akit külön ki szeretnék hívni, egy ismertebb videós, aki nem más, mint Rekál, az első számú kihívottam, úgyhogy megpróbálom hozzá is eljuttatni. Hogyha nem sikerül, akkor azért ti is írjatok rá, légy szíves, de szerintem sikerülni fog. Nem lesz ezzel probléma, remélem, hogy ő el is fogja majd fogadni ezt. Illetve egy kisebb videós, akit lehet, hogy nem is ismertek, nem sokan ismerik még. Most kezdte el a videózást, én régóta beszélgetek vele, ő nem más, mint Petya. Úgyhogy őket szeretném most kihívni, remélem, hogy meg tudjátok csinálni, srácok, miért ne tudnátok. Kedv kérdése, úgyhogy ja, ennyi lett volna ez a videó, a kihívottak linkje nyilván a leírásban, illetve Geri videójának is a linkje, nyugodtan nézzétek meg azt is, mert az is tök jó lett, viszont én azért kicsit több gólt lőttem, valljuk be, úgyhogy ja. Na mindegy, ennyi lett volna, srácok, remélem, hogy tetszett, hogyha igen, akkor jelezzétek egy lájkkal, illetve iratkozzatok fel, hogyha még nem vagytok, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban, ami egy új sorozat lesz, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog. Sokat agyaltam rajta, sokat dolgoztam rajta. Jó lesz valószínűleg. Úgyhogy remélem, hogy várjátok. Úgyhogy ja,
Szevasztok!